nagyon hamar bekövetkezett az, hogy egy újabb Mafia 2-es részt felteszek, és meg is mondom, hogy miért. Mert nem akarom ezt a gyönyörű hetedik fejezetet parlagon hagyni úgy, hogy az első részét áprilisban teszem fel a következőt, mert májusban meg amúgy is április van, ugye a Mafia 2-ben is most, szóval ezeket az áprilisban fejezeteket áprilisban kell nekem is végigvinnem. Szóval Gaten Orr vagyok, a Mafia 2 végjátszás következő részével ittunk, viseljük a következményét. Hey, where the hell is my car? Nem tudom, Eddie, hol a kocsit? Nem tudom, csak becsípődött a derekam, jaj! Ellopták, ez ki kocsia? Ez nem a Eddie kocsia. Jaj, becsípődött a derekam, Joe segítsé már, becsípődött a derekam. Na, itt a kocsi, jó van akkor. Hú, hol a kulcs? Ó, a derekam, ó, táncolt át az éjszakát. Hú, Pink Panther. Ja, már mehetünk, jól van. Na, jó, hogy mondta Eddie, hogy nem akar túl sokat inni. Menjünk Joe lakásához, Central Radio. Egyébként az előző részben kaptam copyrightot, de nem a rádió miatt, hanem a hülye zene miatt ott a, már bent a klubba, az nagyon hangosnak találta a YouTube mester. Gyerünk már! Na, ó, Joe, hogy milyen szépen tud már menni. Na, nagyon jó fasza. Egyébként most sem nagyon hallom a rádió, de gyerünk! Ha ott voltam már jobb helyen is, emlékszik egyszer, most nem egyszer, minden vasárnap mentünk a templomba, mamával is. Mi van itten? Miért van büdös a kocsiba? Behányt Erdi? Még nem, most már belehányjuk a saját kocsinkba. Jaj, már megint ezek a Windows hangok. Kicsoda? Frank Potts. Csomagtartóba? gyerekek, ezt már tudom, hogy mióta megnézte a nagymenőket, a Goodfellas 1990-es film, gangster film, azóta tudom, hogy honnan vették a Mafia 2 készítő ezt a jelenetet. Nem ez a jelenet, de ugye ez a szituáció volt a filmben is. Szóval van egy test a csomagtartóban. Jól van, gondolkodj el, Joe! Akkor temessük, jól van. De szerintem szólunk a rendőrségnek, kiszállok. Na, már egyből nem oda kell, már egyből nem Joe lakásához kell menni. Obszervatórium, na jó, akkor menjünk obszervatórium közelébe. Na, a gödör is ki van ásva. Hát, oda akarták a új pultulácskákat ültetni, de akkor majd Eddie Potts. Azt mondják úgyis, hogy halott fölött jó termőföld van. És termőföld szokott lenni anyádat! Nem igaz. Hát, csak, hajol ki az ablakon, Eddie, ezt egyből már friss levegő airbrace kapsz. Micsoda büdös lehet amúgy tényleg? Hát, csak pár napos hullam. Az nem annyira büdös. Ástam én elfele már 5 napos kutyát is. Nem ástam, el ne higgyétek. Mi vagyok én? Hentes. Na. What's up, Bobby? Pászúvá. Állj meg most! Hánynom kell! Itt! Most! De kórház elé jó lesz? Várjál, Eddie, várjál! Be ne hány a saját kocsitba! Te mondtad, hogy nem hány a saját kocsitba. Itt a kórház, de hát ha majd a papókkal néz kifele, jaj, mikor kerülök már ki? És itt hány, azt mondja, adok inkább maradok. Ja, ez az a kis pultuláskára. Meg a pitpongra. Jesus. Oh shit. Wow, I don't remember eating calamari. Uram, ezek a jelenet, ezek a szövegek, ami most, jaj, elhangzanak, akkor először eléggé vicces pillanatokat éltem már először, amikor ezt a fejezetet játszottam. Nagyon-nagyon jól megcsinálták ezt a fejezetet is a fejlesztők. Káma fagyom, ez a várjunk, nézzük milyen nézetből nézd. Az a baj, csak ez a egy TPS nézet van. Most értetek, tetszik érteni, miről van szó. Na mindegy. Az meg a Szalóki önkormányzati hivatal. Na. Levettem amúgy, babar. Levettem a árnyékot magasról médiumra, már közepesre már. De most itt úgy látom, megvan a 50 FPS. Elég az 50 FPS.
örülök, hogyha meg a videónk kívül és belül meg a Gator-t tudok játszni 30 FPS-sel. Na váltsunk csatornát meg, mert nem állapod. Na, mi a... Elaludtak itt a komák? Na, vagy mi a jó Isten? Nem beszélnek semmit. Jó van, akkor nem beszéljetek. Én is szólok semmit. Akkor én is kussolok. Na, vagy ezzel mondom, kussolok. Na, itt már úgy csinálom ezt rendőr. Na, egyszer majd itt is veszek egy házat. Jó, jó kis házak vannak itten. Úgy látom. Biztos sok wanted poster is. Na mindegy, menj már innen! Még mindig ez, emlékszem, hogy 1945-ben is ez a kép volt, ez a másik kép. Master makes all the difference. Mindig ez az italozások, nem hiszem el. Hát, jó, Joey-ek is italoztak. De Vito milyen rendes, én nem italozott. Hát igen, a mama mindig mondta, hogy ne ígyatok kisfiaim, to talk to him, papalád, apátok úgy is ezik. Na és kislányaim, kisfiaim. Miért nyitottam, miért szálltam ki? Lát, ez a tisztességes, egy igazi mafiózó, pink mafiózó. Még szépen ki is akartam nyitni a kaput, hát inkább elrúgom. Na. Ó, még szikrázott is. Ez lehet a gyilkos kerítés a Gate 4 után, ugye a gyilkos hintó után szabadon. Jó, váltsunk Central Radio-ra. Hát ha már Gate 4 saját műsort kapott, 50-ben én nem. 2015-ben sem. Na. Ó, itt is a Observatórium. Megérkeztünk. Miért kapcsoltátok ki a rádiót? Na. Go pop the trunk. Nem mondod, Joe. Na, hey! Fúj. That's great. Ki tudtok szállni? Fotocellás ajtó kéne? Na, ki tudnak szállni? De Eddie is amúgy a másik oldalról volt, de itt kell a másik, azért kószárgotta a másik oldalra, hogy kiszálljon az ajtó. Mondtam én, hogy pár napja. Kócos kis Joe, nem segít. Tényleg jó kis ott meglepetés. Inkább ne hoztatok volna sehova. Fúj. Eddie belesett a gödörbe? Egészségére. Hey, here's a hole. Akkor még nem ültették oda a pótolácskákat. Ó, hát ide medvét is el lehetne temetni. De szép, vajon mit csinált ez a gyönyörű ember a maffia ellen, hogy megölték? Okay. Now who's gonna bury him? Szerinted? Ki fogja betemetni? Persze, Joe, persze. Rágja a füvet. And Eddie's not gonna be any help here. Fine, zombie apocalypse során meghalná Joe. Hey fellas. Ne dalolászál. Ne. Ne. You gotta be kidding me. Hát ez a bokor ilyen családbokor lesz, és azt hittem hundyozik Eddie, jó? This wasn't supposed to be part of your homecoming party. Jó, régen szeretem kiállni ebbe az erdőbe, emlékszek. Mindig ide kiálltam az erdőbe, azt megettem az összes piknikezők piknik kosarát. Köszönöm, Joe, hogy segítesz megint. Milyen sírhalmot kellett csinálni, gyerekek? Hol van ez a hely? Ah, ezt nem fogja... az Empire Bay rendőrség erre a helyre sose talál rá. Ó, ez olyan, mint a Gate Sandrázó beton, mikor bebetonozok a csávot. Ó, nagyon jó. Nagyon jó. Ó, shake-elünk a hullán. Ho. Na, jó lesz. Cool. Zsír. Itt nincsen wanted poster? Van wanted poster is valahol? Jó kis hely amúgy ez. Mondjuk nappal jobb lenne a kilátás, vagy a kiruccanás ide. De jól van. Hát, ha egy füles bagoly megtámad minket. Ott van. Beszálltok már Joey-k? Beszálltak, jól van. Na! Most már vigyük vissza a piásával, a Joe lakásához. Erre megyünk. Jaj, ez olyan copyright lesz, hogy most megmondom, hogy copyright lesz. Jaj. Júj. Hát, most én is éneklek, hogy nehogy hallja a gép. I just wanna be a story. Szegény dino. Milyen dino? T-Rex. I don't go. Summer sky. Police guy. Leveszem a hangot, mert ez nagyon hangos lesz. Szerintem ez nem is a rádió, ez a zene. Hát, ugyanaz. Főleg Joe-nak a ének hangja visz mindent. A tehetség ott van, a kövéreknél is. Bakkecske hang.
I'm alone, so I'm alone, took a line, took a smile, took a line, I'm sorry, free, dry, score, square, 1, 2, 3, 4. Na, ott a rendőrség. Szörnyű, gyertek akkor, gyertek, megmutatok a sírgödöt. Darling, de inkább a viszkát szeressük. Na, ez a Highbrook. Itt lakik valahol a festő doktor, nem? Hát a Mafia 1-es doktor urat jobban szeretem. I can sail, I can smile. Ezt most halunk meg, most halunk meg! Túléltük. Nice to me. Mindenki kapott már cumit. Hello! Hello! Nem lehet rádiót váltani. Mitek már... mamma mio, baffanculo. Nem baj, a sziréna túlharsogja a zenét? Hát, ez serintem. Na, énekel, come on, you know, singing this, persze! Közben körülsz minket a rendőrség. Iszákosok. Másnaposok, húsz. Iszakon, igen. Come along. Na, nem lehet csatornát váltani, gyerekek, nem szemelt. Nem baj, Edi kocsi. Mert azt mondjuk, úgy emlékszem, hogy már a... Mára, majd azt mondjuk, hogy belénk jöttek. Az igen? Ho-ho-ho! Egy új vízesés keletkezett Empire Bay-be. Még vízesés. Nem is ilyen szökőkút, vízesés. Ez az normi. Congratulations. Na, vége a zenének? Vége. Vége, nem? Kiszórakoztattad magatokat? Jobb örültem volna, hogy mit tudjam én... Beyoncé-tól énekeltél volna, amit... Edi, vagy valami jobb számot a 50-es évekből. Na, Central Radio. Ja, ez is ilyen szomorú szám. Hol nekem egy lovam? Itt tuti lesz valami még egy wanted poster. Hol nekem egy köcském? Várjatok, srácok. Nehogy kiszálljatok, mert meghalunk! Na, biztos úr. Ezért már érdemes volt játszom a Mafia 2, hogy rájöjjek erre a helyre. Hogy csupa dzsúvás ez a hely. Na. Ne dudáljál, menjél hazafele. Biztosul, menjél hazafele azonnal. Maga már nem köteles a rendőri szolgáltatásokra. Menjen ki inkább a határhoz. Arrest a Wildor. Vigyázz! Én szóltam. Nincs itt Wanted Poster? Wanted Poster! Na, még ránk akar támadni, gyerekek, még ránk akar támadni a surmó szucsokláda köcsök. Hát ezt a börtönből tanultam ezt a mozdulatokat. Hát ott a négereket ütöttem agyba főbe. Meg mesztelen kövéreket. Jó van, akkor vigyük most. Jaj, ez egy gangster lett volna? Nézze, de már mennyien vannak a térképen, és mennyien voltak. Jaj. A rendőrség is kiszállt, úgy látom, lesarom. Menjünk haza. Mármint én nem itt lakok. Na. De mindegy. Végállomás, kiszállás. Sorry, Vito. Not exactly. Nem is tervezted, hogy tervezted. But thanks. I owe you one big time. Leave Eddie's car here so he can get home. You're a good man, Vito. Emlegetik. I'll settle up with you tomorrow. Nem ugrok fel. You coming in for some drinks? Azt kell még. Na, Méri néni megmondta. Meg Eddie is. Elég volt. I'll call you tomorrow, Vito. Good night. Uram, atyám, ez a fejezet. Azt hiszem már nem kell hazamennünk, és itt a vége a fejezetnek, ugyebár? 8. fejezet. Dvadak. Uptown. Nem mondom tovább, mert úgyis a következő rész elején is el kell mondanom. Innen fogom folytatni legközelebb. Egyik kedvenc fejezetem fog jönni. Sziasztok!